Se vagyok ebben is fortkátom. Nagyon, de megint ki akarok menni? Ez viszont egy írtó jó kérdés. Egyáltalán van más választásom? Hát persze, ezt riftet hívni kell. Én csak akarok egy új bonfire-t. Egyszerre kettő gargoylal, mert nem akarok harcolni. Vagy ezekkel a fanatikus gyertyafejű faszopokkal sem. Ó, itt egy láda amúgy. Vagy még sőt nem is mimik. Köszönöm szépen. Áó. Frostbite ring. Nem tudom, hogy hasznos-e. Egyáltalán kerülünk-e még ezé zónákban. Hűvös zónákban. Úgy fest, hogy így is úgy is vissza kell mennem, szóval... Tévedtem. Menni akarok. Így legalább újra lehetem vadászni a gyíkokat, amiket nem sikerült. Milyen jó érzés. Vagy nem spawnolnak újra ezek? Nem ez volt az első, amivel küzdöttem. Hát ez hülye. Esetleg ott egy item. Kettő csenk, és megint itt vagyok. Ojjaj! Hallóka! Ojjaj! Tudtam, hogy gurulnom kellett volna inkább védekedés helyett. Mesleg most a lelkeimmel játszottam. Haj! Viszlát 80 ezer lélek. Elég sajnálatra méltó, bár igazából nem izgat annyira. Gyakorlatilag elértük azt a szintet, amit el akartunk érni. Sok életünk van, meg sok staminánk, sok dexem. Akkor fussra kell igazából a szarokrát magasan. És vadember. Ez már ide sem eljönni. Nagyon helyes. Kezdtem, most nem tudom, hogy menjek tovább a gargoyloknál. Vagy megint ugorjak le oda. Fene se tudja, ha én... Sosem voltam jó ilyen nehéz döntésekben. Ide fel nem is mentem. De már nincs itt semmi. Így érthető. Ja, a gargoylok respawnolnak. Jó. Megint letáncolhatna a háztetőről. Most először ütöttek meg gyakorlatilag. Na jó. Ez már nem játék. Mert ők is tudnak kemények lenni sajnos. Csak túl könnyen ki lehet őket játszani, mert megint kinyírod magad inkább. Fontold meg, ha megfontolta, azt hiszem.
mindegy, menjünk erre megint. Gargoylokkal nincsen kedvem baszakodni igazából. Ki a faszom lövöldözik? Ezt nem így terveztem. Na jó lesz. Na. Á, jó arc vagy. Aláírtad a halálos ítéletedet. Ójjaj. Van itt egyáltalán valami. Nem már, haver. Kétszer. Na jól van, ezért üvellem ezeket a kis szarokat előtt fel. És bekerítik a kibaszott embert. Na jól van. Ezt a helyet el kéne kerülni. Mi van, ha erre kell menni igazából? A gargoylokkal nincsen kedvem baszakodni. Jó, teszek még per utolsó próbálkozást, aztán már lassan 3 óránál járok felvételügyileg, szóval... abba kéne hagyni. A saját érdekemben basszus. Megint túl akarok esni ezen a szenvedésem. Ezekkel a kis fosokkal. Igazából csak ide jutnék fel, nem? Az a hely vezet engem fel oda, ahhoz az itemhez, meg honnan lőttek rám fentről. Szóval nem tűnik túl hasznos, ha ki tudja, lehet, hogy ott van a izém, a szlebem. Szerintem hanyagoljuk egymást, Mr. Gargoyle. Mondom azt, szerintem inkább hanyagoljuk egymást, Mr. Gargoyle, ebben mit nem tudtál megérteni? Ahogy itt Mr. Lovaggal is hanyagoljuk egymást, szerintem, bár nem őt még elintézem. Megérdemli a kínhalált. Igazából a gargoly is. Csak őt már unom. Na jó. Hú. Ez close volt. Ez meg képes átütni a falon, szóval... csak óvatosan. Kis geszi, azt hiszem, nem látom. Első alkalom is észrevettem volna igazából. Még valahonnan csimpaszkodtak? Vagy most már jó arc vagy játék? Most így visszafogtad magad? A waxba nem akarom benyomni a fejemet. Plusz 9. Plusz 9, szeretem a 9-es számot. Én szerintem azt hittem, hogy merre járok, de megyek jobbra-balra. Ennek a helynek itt van értelme egyáltalán? Vagy csak ide írnak üzeneteket a játékosok, hogy praise the sun. Ilyen hírnévlelőhely. Itt menjünk ki, akkor... ez már is egy barátságosabb hely, mint a gargoylos. Bármi, ne szóljuk el. Think carefully. Aha, valóban okosan kéne gondolkodni, pontosabban óvatosan. Egyenként simán kiszedem őket. Nagyon simán az túlzás. Na
Na ja. Player 3 csatlakozik a játékban? Csatlakozik el. Kurva anyádat. Na. Szerintem ki tudom vitelezni a harcot. Főleg, hogyha ilyen kibaszott hülyékkel van dolgom. Ójjaj! Itt most sarokban vagyok szorítva, szóval ezt itt elcsesztem egy picikét. Életet is töltenek ezek a mocskok. Egy meghalt, nem tudom, hogy fog-e respawnolni. Valószínűleg fog, mert nem, szerintem az emberek nem fognak respawnolni. Haj, de ide eljutni. Egy kibaszott fájdalom a picsámban. Na jól van, még egy utolsó próbálkozást teszek ott, mert kíváncsi vagyok, aztán... utána vége. Kis mocsok. Már így, hogy meg 900 lelket adnak, nem is olyan rossz? Mert ezen a szinten kb. Ez olyan, mint hogy 100 lelket adnának, de... már így, hogy 86-os vagyok. Nem is emlékszem, hogy hogy kell menni. Vagyis, de... most már emlékszem. Bocsika! De a gargoylok nem. Nem tudom, mi értelme van annak a helynek, mert ezek is már megint ilyen PvP zónának tűnik igazából. Igazából a faszom se tudja. Okay, Mr. Lovagra én nem vagyok már kíváncsi többet. De ezekre a kis fosokra sem igazából, szóval futok is tovább rajtuk. Mert ők még jönnek utána, mert buzik. És be akarnak keríteni, de kokosak. És ja, úgy fest, hogy nem élettek újra. Minden elhúztak. Ennek mi értelme van? Ja, többivel szívesen harcoltam, mert jelen nem húztak el, mint csak az egyik, akit megöltem. Ki a mágus az, aki zavar engem. Ribbons. Én leszarom. Én csak végezni akartam be. Na, ketten maradtunk, erős barátom. És szerintem ez nem fog sokáig így lenni. Főleg, hogy ilyen béna támadásokat csinálsz. Te kis csaló! A játék is ilyeneket tanít az embereknek. Meg... használja ezt tuszt PvP-ben. Ez egyszerűen bűncselekmény. Még az én is mindig használok. Az előző játékokban volt bennem, hogy én nem használtam. A Dark Souls 3-ban viszont mindenki használ. Köszi. Köszi. Ő, neked is köszi. Hát te mit dobtál? Hú. Nem is hangzik rosszul. Igazából fogalmas nincs, hogy hangzik, de... na és ez hova vezet? Másik shortcut. Na, zsír. Ez itt pont tökéletes lezárás lesz a videónak, hogyha hazamegyek.
És még izém. Szintet is lépek egyet, aztán tudok, plusz még el is égetem azt a csontocskát. Nem tudom, mit szeretnék. Bye bye! Egyetlen lehet még égetni? Meg szép, hogy lehet. Na jó van. Akkor még utazunk vissza szerintem. Miért is nem? Akkor ezek szerint a gargoyles zóna az opcionális. Azt hittem, hogy akkor mentünk jó irányba. Akkor de még vissza kéne menni. Hát ha ott van az ilyen slabem. Viszont csak attól szerintem ennyit van ez a videó. Szóval, ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, visszatok a következő résznél, és addig is sziasztok!